Mintha csak egy meséskönyvből gurult volna ki színes vándorkocsijával a mutatványos bábos színészpár, hogy elmesélje a viharban letört ágacska történetét. A mesében egymás után bukkannak fel a különleges szereplők. Dani a kancsali kacsa, Berci a folyton nevető béka, és Pösze a beszédhibás egérke. Mindhárman felkerekednek, hogy ágacskával együtt megkeressék a varázslót, aki tudja a megoldást gondjaikra. Kalandos útjuk során igazi barátságot kötnek, rátalálnak a gyógymódra, és Ágacska is megtudja, ki is ő valójában. Ágacska története azt gondolom, hogy egy nagyon tanulságos élettörténet, ami azt próbálja bemutatni, hogy barátok segítségével és az egymásra utaltságnak a kihasználásával tudunk csak fejlődni, önmagunkat megtalálni az életben. Mondta a mese tanulságáról Baranyai Anita bábszínész, aki Tóth Mátyással közösen mesélte el Ágacska történetét. A báb előadás egyik fontos momentuma, amikor Ágacska rájön, ki is valójában, és elhangzik a mondat, az légy, aki vagy. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az életben, hogy elfogadjuk saját magunkat úgy, ahogy vagyunk, és hogy erre a szüleink is felkészítsenek, akár miben is vagyunk egy picit másak, egy picit különbek a többieknél. Azt gondolom, hogy inkább az előnyünkre kell fordítani, és azt a pici különlegességünket még jobban kiemelni, és felhasználni, és büszkék lenni arra. Az Arany Szamár Báb Színház Ágacska című előadásában nem csak a megható történet, hanem a színészi játék és a tarka színpadi látványvilág is magába szippantja a nézőt. Bodnár Enikő volt az előadás tervezője, és hát gyakorlatilag ez egy összetett bábjáték, ugye élő karaktereként is megjelenünk, mint színész házaspár a színpadon, és különböző tárgyakat animálunk, ugye Ágacska maga is egy letört faág képében jelenik meg, és különböző újra hasznosított tárgyakat is felhasználunk az előadásban, és ezeket animáljuk. Hát ugye ez a bábszínház, a bábszínészetnek a nagy varázsa és egyben nehézsége, hogy egy embernek kell adott esetben több karaktert és azáltal több hangot megformálni. Nyilván ezt ugyanúgy tanulni kell és próbálni kell, és egyáltalán nem biztos, hogy az rögtön megtalálódik a megfelelő karakter, de hát ugye ezért vannak az előadás alkotói, az előadás rendezője, és mi magunk is egymásnak, hogy keresgéljük és a bemutatóra, és aztán majd esetleg továbbformálva a tökéletes karaktert, a tökéletes hangot meg tudjuk alkotni. Csukás István Ágacska című meséjét Szántó Viktória alkalmazta színpadra. Rendezője érsek Csanádi Gyöngyi. A történetet Baranyai Anita és Tóth Mátyás előadásában láthattuk.